Reggel 9-kor ültek össze Dombóváron a képviselőtestület tagjai, és 10 napirendi pontot tárgyaltak, melyből egy zárt ajtók mögött zajlott. A közétkeztetéssel, szociális ellátással és bölcsődei ellátással kapcsolatos beszámolókat elfogadták. Megállapítottunk új díjtételeket néhány térítési díj tekintetében, de azt gondolom, hogy nagyon szerény mértékű emelésekkel éltünk, illetve legtöbb esetben csak amit a szolgáltató felénk előirányzott, azt hárítottuk tovább, és mondjuk egy szociális étkeztetés tekintetében ez 200 forintot jelent egy adag esetében, ami azt gondolom, hogy mindenki számára még megfizetetésre elérhető kategóriába kerül. Nagyon fontos, hogy elfogadtuk a közbeszerzési tervünket, ebben 15 tétel került, és nyilván ezek közül is kiemelték az a 13 topos projekt, amelynek a megvalósításáról már döntöttünk, és nagyon remélem, hogy az elkövetkező időszakban a pályázatok támogatói döntés megérését követően a beszerzési eljárásokat is meg tudjuk kezdeni. Mérföldkőhöz érkeztek, melyet már 2 éve görgetnek maguk előtt, mondta el nekünk Pintér Szilárd, Dombóvár polgármestere. A szomszédban lévő zeneiskola épületét szerettük volna felújítani, de a lejáró ciklusra való tekintettel egyedi kormányzati döntésben már kiegészítő támogatást 23-ban nem kaptunk, ezért a megyei ITP nyújtott arra lehetőséget, hogy egy 400 millió forintos elkülönített keretre tudunk pályázatot benyújtani. Ennek ez a pályázatnak a benyújtatási határideje legkésőbb április 30. Ez egy nagyon jó előkészített műszaki tartalommal megtöltött anyag, és ami nagyon fontos és rövidíti adott esetben a kivitelezés időszakát is, hogy a közbeszerzési eljárás már zajlott, és egy feltételes módú vállalkozó kiválasztása meg is történt. Úgyhogy én nagyon bízom benne, hogy az idejében ez a beruházás végre sok a körömére el fog készülni. A 2000 sportolóval rendelkező városban tudják, hogy a mozgás mennyire fontos, így komoly hangsúlyt fektetnek az utánpótlás nevelésére is. Örömteli volt az a napirendi pont, amikor az ifjúsági sportolóink ösztöndíjazásáról tudtunk dönteni. Költségvetésünkben már februárban ezzel fedezetet biztosítottuk, kiírtuk a pályázatot, és a sporttanácsot megkértük, hogy működjön közelnek az elbírálásában. 41 fiatal részesül az idén ösztöndíjban, 21 Buzánszky Jenőben, 20 pedig Mándi Imre ösztöndíjban részesülhet.